Hangos kereplővel érkeztek a busók a Sóstúi Múzeum faluba. Ők évek óta elmaradhatatlan részesei a Nyírségi Disznótoros Fesztiválnak. De a látogatók között is sokan vannak, akik rendszeresen visszajárnak Nyíregyháza szezonindító gasztrorendezvényére. Színvonalas a rendezvény, tehát nagy a kínálat, úgyhogy majd most meglátjuk, hogy mit fogunk kóstolni, még nem döntöttük el. Nem is volt egyszerű a választás. Több mint 20 csapat vett részt a megmérettetésen határon innen és túlról. Ráadásul a legtöbben nem csak egyféle ételt készítettek. A kaplonyi csapat évről évre kitesz magáért. Az ő sátruknál szinte minden kóstolható volt, ami egy disznóból készülhet. Hagymás vellő, bőrleves, toros káposzta, töltött káposzta, hagymásvér volt, vagyis még van is. Sült hurka, sült kolbász, húsok, és eddig ennyi. Ezek közül pedig a kolbászt értékelte a legjobbnak a szakmai zsűri. Sőt, a kaplonyiak készítették el a legszebb és legízletesebb böllért állat is a zsűri szerint. A tiszaeszláriak a legjobb toroskáposztának járó díjat vihették haza, de büszkén mutatták meg azt is, szakavatott, rutinos kezek alatt, hogyan készül náluk a krumplilángos. A krumplit meg kell főzni sós vízbe, aztán leszűrni, és akkor ki kell nyomni krumpli passzírozóval, lisztet kell hozzá kihűlni, hagyni, és akkor lisztet kell hozzá keverni, és akkor hosszú rudakba elnyújtani, és akkor apróra, apró szeletekre vágni, elnyújtani, és akkor ez a végeredmény. És ha valaki azt gondolná, hogy az egészséges életmódban nem férnek bele a hasonló ételek, téved. Hisszük és valljuk a fit tápoló, fit gondozó során az egészséges életmódot, de néha egy kis bűnözés belefér. A finom ételek mellől pedig nem hiányozhatott a hagyományőrzés sem. Erről idén is a Szikesz zenekar és a Szabolcs Néptánc együttes gondoskodott.